Na szevasztok srácok, szép csütörtök délután mindenkinek, üdv egy újabb élő adásban. PUBG-zni fogunk, mert a Fortnite úgy döntött, hogy nem Fortnite-ozhatok, úgyhogy sikeresen fölte az idegrendszeremet az plafonig, vagy hogy mondjam maguknak, önöknek, nektek. Mivel, hogy meg fogja kérdezni is 60-szor mindenki, hogy miért vagyok morcos, annyi történt, hogy Fortnite-ozni akartam, és elindítom a játékot, és kiírja, hogy nincs jogosultságom Fortnite-ozni. Rákerestem, hogy ez mitől lehet az interneten, és hát vannak posztok, amik azt mondják, hogy amiatt fordul ez elő, hogy összelinkeled az accountodat telefonnal vagy konzollal, és akkor nem megy. És ez a probléma, ez így létezik, így 8 hónapja, így patcheknél előjön, hát és így nincs rá megoldás tulajdonképpen. Tehát, hogy van egy free-to-play játék, ami ingyenes, a világ legnépszerűbb játéka, ezzel játsznak a legtöbben a világon, és így lehet, hogyha a telefonon is fölrakod, akkor nem tudsz belogolni. És így nincs rá megoldás, így vagy kilinkeled és helyre jön, vagy így nem jön helyre, vagy patchelik és akkor egy hét múlva jó. Tehát, hogy most írtam az Epic Games Supportnak egy anyázós levelet, hogy szopjatok lovat, és akkor egy óra késéssel most itt vagyok, és PUBG-zni fogunk. De legalább van új merch, ami szó nagyon. Reginának ezúttal is köszönet a dizájnért. Megtaláljátok Instán, hogyha valakit érdekel, meg fönn van már a shopba, tehát 85 ezer forintért meg lehet vásárolni darabját. Nem, nyugi. Úgyhogy ez van, úgyhogy PUBG-zünk, és soha többet nem fog Fortnite-ozni. Még csinálok róla egy androidos videót, hogy lássátok, hogy milyen, meg megpróbálom megszerezni az exclusive skint az új Note-hoz, de soha többet nem fog Fortnite-ozni, és mindenki tövi. Na, mindegy! Szóval ez a hisztim tárgya, csak hogy tudjátok, ha valakit érdekel, és azért van subchat, mert nem szeretném egyik nézőmet se megbántani, de szerintem mindenki tudja, hogy milyen az, amikor ideges vagy, és így inkább jobb a békesség, úgyhogy nem szaboktól elnézést kérek. Tudom, hogy itt vagytok rengetegen, remélem, hogy jól fogtok azért így is szórakozni, de most inkább biztosra megyünk, jó? Ne haragudjatok. Egyéb iránt megüzd mindenkinek, szevasz Lidakor, Roli, Fanni, Dani, Mr. Proli, hello, hello, hello! Üdv mindenkinek, ez már az, szólózni fogunk egyelőre, vagy hát végig, nem tudom. És nem mini royale azok, mert a nagyságos üzemmód, a legnagyságosabb. Szevaszti Szuli, szia-szia. Úgyhogy ez van. Veletek mi van, meséljetek valami szebbet, hogy mi újság. Meséljetek valami vidámat. Mert így csak húzom az agyam, hogy van egy free-to-play játék, nem tudsz vele játszani, érted? Elindítod és nem megy. Akkor PUBG-zek. Akkor mindenki PUBG-zzen. Akkor nem játszunk lövöldözős Minecraftot. Na nyugi, nem vagyok ideges. Köszönöm szépen, Fanni. Cukor vagy. Na, jobbulás, Jesse, kitartás. Csak keményen, tudod. De örülök, hogy sokan meggyógyultatok. Én még a tüsszögésem is elmúlt az idegességbe, de komolyan. Megint itt taknyodzottam egész nap. Ezt így kajak elmúlt a stresszelésbe. Osszunk ki néhány headshotot és rendbe jövök. Persze, mint hogyha tudnék lőni. Na nem baj. Majd meglátjuk. Kicsit följebb rakhatom a boss pozíciót, egy picit följebb. Följebb szuszmákolhatom. Oda. Úgy. Ugye. Hebátlan. Nem maradtam le szábról? Nem. Csak már le volt állítva, bocsánat. Jó. Na. Hova megyünk? Teszi fel a kérdést a költő. Ugyebár. A térképen, amelyet továbbra sem ismert, tehát hogy így egy év alatt nem sikerült megtanulnom az új PUBG térképet, de nem baj.
holtig tanulunk, ugye, tartja a mondás. Hát itt valahol itt majd találunk valami szimpatikus épületet, srácok. Kicsibe kezdünk, szeliden, azt majd lesz valahogy. Whee! Én most értem haza a Bakonyi túrából, András ellen. Tök jó. Tök jó. És fasza volt? Jó volt? Nekem is úgy néha így felötlik az agyamba, hogy na egy jó túra, egy kis kirándulás természetbe, aztán 10 perc után rájövök, hogy öreg vagyok és nem elég fit, úgyhogy mozgáshoz marad a fotball. Király Roli, köszönöm szépen a cheert, szevasz! Roli. Egy kis jókedvre, én már előtöltöttem az F1 2018-at. Most jött meg a sajtó példány. Kíváncsian várom a holnapi streamedet is róla. Most jött meg a sajtó. Remélem itt leszek és fel tudom majd addig függeszteni a játékot, D. Szóval. Szóval most jött meg a sajtó példányom egy órája. Roli, úgyhogy én is várom. Milyen platformon nyomod? Azt mondjad inkább. Úgyhogy majd most este beüzemelem, megnézem meg minden, azt jó lesz. De én is várom a holnapi formula egyezést. Absolutely. Na hol aludt? Ez már az? Lehet tudni. Lehet tudni, miért nincs lúd. PC-n természetesen. Ó, oda néz, ott a loot. Szia! Nem volt itt táska. Érdekes, érdekes. Hoppá. Egy pöpet hangos voltam. Nem láttam, hogy van ott ablak. Ott egy nebuláns. Hát ott egy nebuláns. Állj föl, fiam. Ez szop ki! Mármint, hogy hát családbarát emóta, most nem tudom, hogy mennyire fog működni, de... Gyerekek, hogyha idegesek vagytok, nem az a megoldás, hogy olyan csúnyán beszéltek, mint Nessali bácsi. Majd ha nagy fiúk és nagy lányok lesztek, csak akkor szabad ilyen csúnya szavakat használni. A hallgató anyukáktól elnézést kérek, de hát bennem van az ideg, mit csináljak? Bocsi, bocsi. Na hol a tested, te? Ú, de megborultál, tetya. Ú, de rossz lehet. Add ide a csíkpedet, köszi. Nagy tatyó. Ó, alkád is van, nagyon szépen köszönöm a kedvességedet. Igazán nem kellett volna. Gránátod is van. Összeszedtél Nessai papának mindent. Egy igazán kedves ember vagy. Egy úr gyakorlatilag. Igen, ennyi? Ennyi annyi? Hát nem túl sok, tetty. Még azért valamit lehetett volna nálad, de... Hé! Ez van. Kéne töttény. Quick draw, az nem. Nem is kell olyan messze menni. Például a mapnak ezen a részén egyszer se jártam. Tehát, hogy itt mi van, azt így alapvetően nem tudom, de... Szép nézünk. Nekünk mindig azt mondták itt, hogy ha idegesek vagyunk, szedjünk hangyát. Ez az a hangya szedés, nem tudom, hogy ez alapvetően milyen tevékenység, de nagyon megnyugtatónak hangzik. Jó étvágyat annak, aki még most ebédezik, vagy hasonló. Ex. Ex. Itt
a red dotom, köszi. Töp 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 töp. Igen? Igen? Jó. Ennyi. Nincs itt valami... Jó van, nyugalom. Tomb Raiderbe vagyok. Töp 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 töp. Itt van egy Verda. Nem tudom, hogy be akarjak-e rongyolni egy automobillal a tömegbe. Csípett egy picit, nyugi. Van itt valaki? Haló, haló. Haló, haló. 462-es lőszerért jöttem. Miért nem adtok nékem? Ne. Kettes sisak is jó lesz. Köszi, köszi. El kell indulnom, mert szűkül a kör. Szia, System! Hello! Miért nem tudsz beugrani az ablakon? Fogykos vagy? Azaz. Csücs, csücs, csücs. Nem, nem. Nem, nem, nem. Semmi nem. Jó. Akkor haladjunk. Felszerelkezünk egy automobillal. Én még csak most főzőcskézem. Hát Sziszuli, már megszoktuk, hogy stream alatt főzöl. Egyet. Isten, hát milyen gumi van ezen? Nem tapad be rendesen. Micsoda kilátó van ott. Megnézem már magamnak. Úgy délfele kéne mennünk, mert arra valószínűleg kevesebben vannak. És hát ugye, ez Sully túlélésének a kulcsa, hogy kevés emberrel találkozzon, azt tudjuk. Haló? Ez olyan menő épületnek tűnik, nehogy már ne legyen itt loot. De persze a látszat néha csaj. Vagy csal, vagy mi. Egy kettes veszt, köszi. Köszi, köszi. 762-es lőszer, nem. Nem. Hát ez meglehetősen szegényes. Ott van. Tudtam én, éreztem a szagát a lőszernek. Mr. Gabber. És hello, Darkhead. Köszönöm szépen. Mint hogy jobban jártam volna, hogyha valami hegyi utat választok. Közlekedésül, semmint itt rambózni, de... Majd ráérünk félni, hogyha... Majd ráérünk félni, hogyha zuhannak, nem? Most előre mit izguljon az ember. Köszönöm. Utomi! Köszönöm a csinit. Ezt hangyaszedő tanfolyamra, hát ha akkor tényleg megrúgszol. Lel. Én nem akartam amúgy lebegyvászkodni, mert itt jól lehetne sznájpolni. Ha itt nincs mellettem egy kópésem. Kópék, kópék, mi a helyzet? Ne Sully, most rátok tesz egyet. Amennyiben itt vagytok. Hát senki nincs a híres Csumaszére nevezetű városban, ne vicceljünk már. Hát ne viccelődjünk már.
Hát nagyon benne vagyok a snipe-olásba. Persze, dob rám a kört! Mindjárt itt előbújnak a zajos merdám. Okán. Rejtek ukkor ezek a huncitok. Haló, haló. Van itt valaki? Haló, haló. Tessenek el. Ne tessenek bújkálni. Szűkös itt a terep. Szia, Martin. Lejön a vakolat! Jani barátom! Köszönöm szépen a 14 hónapot! Valaki ideges, ne szölálj barátom, akarsz róla nekem beszélni. Szeretnéd, hogy meghallgassam a történetedet. Már elmeséltem, Jani barátom, de nagyon sajnálom, hogy lemaradtál a kobakosomról, mert olyan fejes lőttem, hogy büszke lennél rám, tehát hogy igazi tigrisbe voltam. De komolyan. Úgyhogy sajnálom, hogy erről pont lemaradtál. De amúgy semmi, csak azért vagyok ideges, mert a Fortnite egy szar. De hát ez neked nem újdonság, ugye? Úgyhogy... De ha ráérsz, Jani barátom, kis plebgé, az lehet. De gondolom nem érsz rá, mert akkor gondolom streamelnél. Hogy nem streamelsz, Jani barát? Azt mondd el nekem. Hogy nem streamelsz? Nem szereted már? Mész vissza a YouTube-ra? Meghallgattad a kommenteket, ugye? Te akkor jaj, régen minden jobb volt, Jani, csinálj videókat is. Nem? Ja, nyugi. Hopp, hopp. Hol huncutkodtok, fiam? Igen. Valahol rosszalkodnak pedig. Ahahahaha, persze, hogy szar. D4-től kezdünk a Blee fiúval melegítünk az esti versenyre. De fontos, hogy elég meleg legyen az ember, mert kelleni fog a rántott hícot, D. Rántott hícot. Jó van, Johnny, nyomjátok. Aztán csak ügyesen. Most már nem lehet ennyi második hely, most már... Most már nyomni kell. Most már nyerni kell. Köszönöm szépen. Na, dropi drop. Nagyon megfontolatlanul kolbászolok én amúgy itt most a semmi közepén alapvetően. De én érzem, hogy ott bűzlik valami. Azt hittem a nyerges vontatóra, hogy ez valakinek a verdája. De lőjél már még! Hát hadd hallom, hol vagy. Rá kell menni. Nem kérdés. Szurkolunk, Johnny, szurkolunk. Kicsit megpentük. Nem motorozzam már itt. Mit képzel ez magára?
Biztos, hogy jönnek még a körbe, amúgy. Or maybe not. Szevasz, Dr. Dre. Mi a helyzet? Eminem, hogy van? Mesélj valamit. Nem gondolkodtál rajta, hogy indulsz egy plebgé versenyen? Nem, ahhoz sokkal többet kéne játszanom. Tehát alapvetően ahhoz több tapasztalat kéne. Most így nyilván el vagyok vele, meg jókat szórakozok egy-két killen, meg szeretek haverokkal PUBG-zni, de az egyetlen feltétele annak, hogy versenyen indulok, hogy többet kéne játszani. De hát arra nincs idő, mert hát Variety. Ha lenne nekem is egy Jani barátom, vagy egy Pisti barátom, és lennénk ketten, akkor lenne időm, de hát nincs. Nincsen, úgyhogy. Én veletek versenyzek, srácok. Amikor Pingvin péntek van, azt nyomjuk a community versenyt, azt lehet. Illetve hát a saját magammal is versenyzek, tehát a saját potétó... Miért oda lőnek? Jaj, kilőtte a Verdát. Hol van? Nem látom. Aha. Ott kukizik a kis hunkut! Észrevettelek, te kis buzi! Mármint, hogy... Nyugi. Kicsit beadagolom magamnak a 4,2-es méretű tablettáimat. Nem dobsz el idáig, te kis... Súnyus. Üdv Neszalaj barátom, nagyon bászó lett az új póló csillag. Csillag abban a pillanatban megnyomtam a rendelés gombot, D. Ó, Lehel, köszönöm szépen. De amúgy eltaláltam, csak ő följebb lőtt. Tehát, hogy alapvetően ő följebb lőtt. Én meg melporon lőttem. Sokat vártam amúgy, mindig sokat várok, az a baj a sniper pár bajja. Nem hiszem el, hogy rajta van a célkereszt és sokat várok. Pedig ezt simán el lehetett volna lőni, ezt a kis nebulót. De azt utálom, hogy egyből halok. E mi? Ott se volt! Mi? Nem is látszott! Még egy! Mi? Hát ott se voltam! Ezt még egyszer. Jó, igen, igen, igen. Én ezt nem értem. Ez kajak. Én nem tudom, mi van. Na nem baj! Megszüntettük a Zero Kill Clubot, most is volt kill, az a lényeg. Full cam, tegy, full cam. Miben van, cheater? Jani barátom, hogyha szeretnél egy tisztelent példányt az új merchből, akkor mindenféleképpen szóljál. Ha még itt vagy. Tehát elintézem. Jól van. Jól van, John. No, a Zero Kill Club, hajrá Császár Pingvin, elfajant, köszönöm szépen. Tehát jól értem a nevedből, te egy elf hangya vagy. Elf ent. Ja nem, ott van még egy ebetű. Na mindegy. Megbeszéljük az árat, Jani barátom, megbeszéljük. Biztos vagyok benne, hogy dűlőre tudunk jutni. Na, hogyha már Jani barát úgy megtisztelt bennünket, hogy itt van, akkor nyomunk valami vadabb kört.
nyilván nem lesz túl hosszú, de... Melyik az a domb, amit én szeretek ilyen undorító módon? Ide szoktam jönni, és innen lövök a haciendásokra? Valahol ott volt az. Még nem három havonta kéne PUBG-zni, és akkor nem lennének ezekkel gondok. És nem tudom, hogy honnan szoktam a lootot fölvenni. Hacienda del Patrón. De még nagyon messze vagyok, várjál, ez nem van. Ja igen, a barnból szoktam futni. Aha. Vagy abból a raktárból. Aha. Aha. Mi csak hárman ugrottak oda? Ez már nem menő, a hacienda. Hát régen az... ott lehetett tigriskedni. Hol vannak a normális fegyverek, halló? Jó, még normális helyre kéne ugrani, de... Kifüstöljük akkor őket gránáttal, srácok, nem baj az. Nézd meg, ott ők rakják egymásnak, ahogy nem szégyelli. Ez a pisztoly volt, igen. Opsikasopsikaj, azaz. Na egy AR-t adjál már, mert legyél már spúr. És nem ad, nézd meg, nem ad. Kicsit enkomba vagyunk ezzel a sok medő cuccal. Nézd meg ott a bandázs mindenség itt neki. Sokra megyek ezzel a sok defenzív cuccal, ha nincs mivel lőni alapvetően. Oh, baby, ez az. Jó, most mindegy. Szkópot nem, szkópot nem, de nem baj. Itt ez nagyon stealthy volt. Hacienda, jövök. Az a baj, lassú voltam, most már kiklírelték. Ezt hagyni kellett volna a raktárat a faszba, föl kellett volna venni az alkát, az kész. Tih, köszönöm szépen a 6 hónapot, peregjenek azok a pingvinek. Köszönöm szépen. Na, mi van, fiúk? Hacienda boys. Na, már késő van. Már lefeküdtek aludni. Mindegy, rájuk megyünk, hát most valami lesz. Most mit kempeljek itt? Ha csak nem jön egy drop. A drop az jó.
Na mi van? Csempéznek, lopják a taxot, vagy mi van? A V-nyomon bizarra vezet. Jövök. Ott van, bazd meg, vak vagyok. Nem, mi kell utána? Meghallott-e vajon? Szia, főni! Ó, bazdnek, na most vagyok tele mindenféle szarral. Pen? Ez mi ez a fegyver? 762-es. Igen? Tudom. Miért nem lehet rárakni a 8-szoros? Pingvin kommandó is onnyomjad neki. Köszönöm most szépen, Zoli! Content fullos a Hunter M343 item level, Dejo gamed. Nice! Köszönöm szépen. Miért nem tudom fölvenni a nyizét? 8-szoros. Nem való hozzá? Milyen hoodie-ja van, add már ide! Ja, nem lehet fölvenni. Jó. Az, hogy nem öltek meg, az egy csoda, azt remélem tudjátok. Hát itt a semmi közepén lootolni, csak életek van a hülye. Ez mi ez a fegyver? Ez ilyen baszó? Beryl M762. Hát biztos jó. Ez új fegyver. Aha. Ide megjött a villámlás, dörgés, eső. Itt még semmi nincs. Süt a nap, mindenki mosolyog. Köszi a GG-ket. Szia, Vin. Szalad az idő. Kiha, köszönöm szépen a 17 hónapot Prime-mal. Nyaljam meg a hangszáladat, drága Kiha. Köszönöm szépen. Egy úr vagy, egy hős, egy sztár. A világ mindenség, meg ilyenek. Az mind a tiéd lehet. Na, azért remélem büszkék vagytok rá, tehát a Zero Kill Club az totálisan megszűnt, ez már a One Kill Club. Lassan, hivatalosan is. Mindenhol szakad az eső? Hát fújjátok már ide! Szerintem, hogyha 705, micsoda 750-en vagyunk, szevasztok. Tehát, hogyha 750-en kiállunk fújni a felhőket, akkor biztos erre lehet terelgetni. Nem akarjam cserélni, nem akar. Hát nem. Nem tudok lőni az AK-val, de majd pumpálunk közelről. És az új fegyver, ez jó? Inkább azt mondjátok, jó az olyan potétóknak, mint én, vagy akkor a recoilja van, mint ide lacháza. Köszönöm szépen a cheert, Cleaver! Szevasz! Nagyon szépen köszönöm. A csírelők tudnak írni a subchatbe, ugye? Valamiért az rémlik. Elfent, köszönöm neked is. 750 ember esőtánca hatásos lehet. Amúgy alapvetően igazatok van.
Kicsit meg is nyugodtam, kiveszem a subchatet. Úgy felvidítottak ezek a killek. Szabadság. Nem is kell nekünk az a Fit Night. Szar az. Itt a plebgé jobb. Freedom! Ott van, nyomjátok. De amelyik idióta annak be fogok szólni, he? Csak viccel. Szevasztok, szevasztok. Szabadság. Nagyobb a rikolja, mint az AK-nak, de gyorsabban lő. Ah, sárházi. Vagy szarházi. Tudom. Köszönöm szépen az infót. Vigyázni kell ezekkel a nevekkel, mert rosszul olvassa az ember, abból baj van. Szekebon, szevasz! Elég láttalak téged. Köszönöm a csírt. Hajrá, ne szállj, meg lesz ma még a chicken dinner. Nem kell nekem chicken dinner, szép killeket hozzunk össze. Chicken dinner nem érdekel. Most rámehetünk a top 10-re, beülhetek egy házba, de... Majd nyomunk egy olyan kört is. Nem is tudom, milyen PUBG versennyel kapcsolatban olvastam valami hírt, vagy én nem is tudom, hogy hol. Vagy lehet, hogy Fortnite hír volt. Hogy olyan sokat számít a helyezés, hogy... Nem szerintem Fortnite-tal olvastam. Fortnite-tal, hogy... Valami a rank 1 az így alig ölt, de hogy... Mindig bekerül a top 10-be, és akkor ez sokkal többet számít. Lehet, hogy Fortnite hír volt, nem tudom már. Szevasz, Elenz! Hogy a kolbász legyen veled. Milyen napom volt? Fos! De most már jobb. Lehetne nyerni, de az túl mainstream. Így van! Most a bad luck igazából azért van PUBG stream, hogy a rossz szerencsét azt magamra vállaljam, és Jani barátoméknak az este minden flottul menjen. Úgyhogy nekünk ne oppot nyitva van az alitó. Úgyhogy nekem nem kell chicken dinner, Johnnyéknek menjen jól a versenyen. Én azért jöttem ide, hogy jól nevessetek azon, hogy hő, ott hagytál egy táskát, hő, ezt én simán lelőttem volna. Az én összes fegyverrel érintkező játékstreamem az arra jó, hogy az átlagember rájöjjön, hogy oké, nem csak én vagyok béna, de komolyan. Tehát én vagyok a hashtag relatable streamer. És igaz, bocsánat, hogy rip fülhallgatók. Megjön az eső, megjön az allergia. Ja, Istenem, bocsánat. A göthösség. Pedig bevettem az allergia gyógyszert. Szevasz, Pepsi Béla. Ja, Isten. Ja. Bocs, fészkam az elmaradt. Még itt tetvészkedtem. Nem is vagyok benne a körbe. Kuki-kuki. Elhagyták ezt a műveleti területet már valószínűleg. Vagy talán mégsem. Ki tudja? Ha-ha-ha. Bárhol ott lehetnek, srácok. Ez az izgalmas benne. Egy pillanatra leveszitek a szemeteket a képernyőről, és már... 8 killem is lehet. Persze nem lesz, de lehetne. Én azt mondom, hogy menjünk föl a hegyekbe. Mert mindenféle 4-20 van a zsebekbe. Na nem ám. Hop-hop. Snipereznek a kis kópék errefelé. Látogassuk meg őket. És Cleaver a boss pozíciót el is lopta, csak most nézem.
Csöndesenek kell lenni, srácok. Itt most csöndesnek kell lenni. Úgy akkor meg kéne cserélnem a szkópokat, hogyha azt mondjátok, hogy... Na bazd meg. Nem látom. Ki látja? Tegye föl a kezét, aki látta. Lőj már rám még egyszer, tegy. Nagyon fincső, két oldalról kenik nekem. Ott van! Köszi, köszi, Marian! Hon nem látok rájuk, basszeg. Kicsit fosi-fosi van. Nem szeretek úgy menni, hogy... Valaki bele akar mászni a hátulról a dolgokba. Szájkjában köszönöm szépen a csírt. Még egyszer. De hol van a kis hunkú? Hopp. De az Istenért nem látom. Most már csak kiszúrtátok, srácok, hogy merre van. Meg mindig fogalmam sincs. Mondjuk nem sokat segít, hogy vak vagyok, mint az univerzum, de... De most miért nem lő? Nem is lő, nem is mozdul. Ott egy motoros. Úristen, Cykeborn, hát kőkemény támadásokat indítasz itt a boss pozícióért. Köszönöm szépen. You are very nice. Ott kicsit balra. Ott van a földön. Nem látod? Egyszer lenne valaki, aki irányt mond. Aha, jó, tehát jó irányba nézek, mert onnan lő. Nem mondja meg alapvetően. Ott vagy, te kis hamis. Kaptak. Kapta. Hányat kell beléd lőnöm, te fes gombóc? A mögé futott be, ugye? Nem unod még, bátya? De ott van. Nem tudom ellőni. Ezek, hogy nincs itt egy fedezék se. Az a baj, most hátba fognak rakni. Little bit of luck. Ki mozgott? Vagy ő ült fel a motorra. Köszönöm el fent a csírt neked is, és Cykeborn, köszönöm szépen még egyszer. Gyanítom, hogy visszafutott. Két kérdés. Miért nem döglött meg a srác? Hogy a rákba nem lőtt el? Én nem tudom. Hogy én miért nem tudtam ellőni, az egy dolog. Mondjuk hármat kapott. Azért az elég lehetett volna neki. De szerintem fölhílelte magát az első kettő után. Szóval most eléggé gondban vagyunk. Hú, most kurva nagy gondban van. Mármint, hogy családbarát. Csak hogy legyen pízkenyér. Csak hogy legyen pízkenyérre. Köszönöm szépen. Igyekszem. Elrakom a spórolós persejembe, Cykeborn.
Szálljál föl, szállj már föl, kenjed neki. Ez egy kicsit életveszélyes mutatvány, ez hölgyeim és uraim. A Nestlé Corporation elnök vezérigazgatója megmutatja motoros képességeit. Mondhatni motorikus. Nem egészen erre a terepre tervezték ezt a kis járót. Semmi baj, nem szabad félni. A félelem a siker ellensége, ahogy Kölcsey Ferenc is megmondta annak idején. Nyugi, nyugi. Pillanatig sem szabad aggódni. Kicsit félek, mert itt van mellettünk egy nebuláns, aki től konkrétan kapom. Hashtag kappa, hashtag sheep first, hashtag hehe. Látod, Darkhead Horse, most a boss csíred miatt haltam meg. Köszönöm szépen, Darkhead Horse, hogy úr vagy. Mögöttem volt a gyerek. Nem kellett volna megállni. De hogy ketten voltak itt. Hogy engem lőtt el, amikor ott áll mellette egy gyerek? Hát nézzétek már meg a mepet. Persze a körből kintem. Rohadjál meg. Ott áll mellette valaki. Ez berep? Van olyan, hogy izé? Teaming. Abba a piatba report. Majd megnézi szépen a Blue Hole, hogy mi az igazság. Darkhead, köszönöm szépen. Ne szállj le, No Man's Sky. Én nem is tudtam, Gábor, köszönöm szépen az infót. Mert a bon. Nyugi. Ferike, itt ilyet nem írunk, itt... Itt 8 évesek, meg kicsit idősebb korosztályt meghaladó módon kommunikálunk. Úgyhogy 4-20, bástya, 4-20. Ígérem, abba hagyom a cseört, majd. Szájkebon. Figyelj, elviselem. Tehát, hogy egy hő, de csak a kedvedért elviselem a csíreket. De csak mert egy úr vagyok. Köszönöm szépen. Mikor próbáltad a roe? Rosszul értetted, te leszel No Man's Sky. Geri, és tényleg, rosszul olvastam. Tök igaz. Aj, sziszuli. Örülünk. Egészség legyen, az a lényeg. Nekem van egy gyanúm, nem tudom, vannak itt fiatalok? Biztos vagytok itt. Tehát, hogy 13 év alatt leveszik a billentyűzetről a kérdőjelet? Vagy a telefonról? Nekem van egy ilyen sejtésem, hogy van egy ilyen word policy, hogy a fiataloknak nem jár a kérdőjel még a telefonra, vagy a billentyűzetre, ez így lehet? Tehát, hogy ilyen parental control, ugye? Tehát ilyen szülőzár van a kérdőjelen. Hogy a gyerek ne kérdezhessen az interneten. Szerintem ilyen van, tehát, hogy ne kérdezgessen, ezért így ilyen parental kontrollba le van tiltva. Ez lehetséges, vagy nem? Elnézést kérek minden értelmes 10 év alatti nézőtől. Tehát ez nem egy offenzív kérdés volt. Én ezt tudományos alapon próbálom megközelíteni a dolgot. Tehát mindenféle rossz indulat nélkül.
Tehát, mert ugye alapvetően, tehát én is tudom, hogy akik kitalálták a központozást, azok igazából csak basszakodni akartak, hogy többen kelljen tanulni az isibe. Tehát, hogy nem azért találták ki ezeket a jeleket, mert hogy hasznos a kommunikációban, csak azért, hogy több legyen a lecke. Tehát nyilván nincs értelme használni őket, én ezt tudom. Csak úgy érdekesek ezek a dolgok. Na mindegy. Én age fluid vagyok, szóval változó mindig, hogy hány éves vok. Mondjuk a vok az behatárolta. Full sós. Full szolti. Most mennem kell Kresszvizsagra, majd jövök. További jó játékot. Szájkebon, akkor sok sikert! Hajrá, legyen meg! Azt úgyis édesebb a pihenés is, siker után. Hajrá! Köszönöm szépen! Itt voltam? Nem. Policy vest, policy vest. Most már lehetne egy scope. Valahol. Nem tudom, minek vettem ezt föl, csak a helyet foglalja a lőszer az inventoriba. Halló! Mi van ingyen? Nézd meg, nincs itthon a tulaj, hát milyen kocsma ez? Autó? Meg kell merényelni. Nem hallottam, merre volt. Easy. Igen? Ezt hoztad mind? De bunkó vagy. Nincsen Zero Kill Club, értitek? Nincsen. Nem lehet. Kia, köszönöm a hostot. Horvát autópályán a legjobb nézni téged. Jó utat benne. Jajajaj, nem ezt akartam, bocsánatot kívánom. Itt akartam ki lögybölni magam. Semmi. Ász menne fel. Köszönöm. Ennyi? Nem, mondjuk a kompenzátor az jó. Nem is kell messzire menni. A hétvégén majd fölmegyünk a hegyekbe. Hep, hep. Hangoskodni kell, tudják, hogy jövök, féljenek! Szoruljon össze, aminek össze kell szorulni. Még van időnk! Itt még van időnk! Egy kis fetlútot összekapargálni. Slicslac. Igazi lopakodó művész vagyok, mi?
Na, ne, hát csak bebagoltam, jó van, akkor így kell csinálni. Az mi az? Milyen silencer? Ó, igen, baba. Csöndes gyilkos. First aid, köszi. Egy scope az, az nagyon jó lenne. Egy picit, picit kedves PUBG, megsegítenél egy scope-pal, az nagyon boldog lennék. Nem mozog már úgy a karakterem, mint 8 hónappal ezelőtt. Lecseréltük a kettes táskát kettes táskára, ez egy meta megmozdulás alapvetően. Csak az igazán IQ, igazán nagy IQ-val rendelkező játékosok értik, hogy ezt miért kell csinálni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. És Anna, hát köszönöm szépen a 11 hónapos feliratkozást. Pörögjenek a pingvinek, srácok. Már azt se tudom, hanyadik. Hát de ki írja? Hát okos a készülék. Köszönöm szépen, Anna. Na gyűn a kör. Volt itt valahol egy verda. Na, menj már! Elakad a szöges drótba, nézd meg. Hello, kuku! Hello! Szevasz, Sasbi, köszönöm, hogy itt voltál. Beülünk itt a Scooby-Doo járműbe. Aztán mehet. De hasít egy! Rá kell kenni a nitrót, ez lemegy! Nem számít a meredekség. Mondom én, hogy lemegy! Mondom én, hogy lemegy. Olyan súlya van, ez nem akad el sehol. Jó napot kívánok, átutazóban vagyok csak. Fejvesztés terhe mellett rám lehet lőni. Miért csak a férfi pólót linkelitek, de hát van nő is. Hát ez gender rasszizmus, srácok. Ezt ugye tudjátok. Így van, ez a kocsi vlog. Hello mindenkinek. Isti vagyok. Színi Rólin, D7-in, hát mondjuk ilyen Scooby-Doo járműbe. Azért nem csodálom, hogy D7-in. Hát benőtte a gaz az utat, hát itt a karbantartók milyen munkát végeznek, kérem. Úristen, ekkora sebességgel még sohasem léteztem. Nem tudom amúgy hova megyünk, szóval nyugi. Minden rendben lesz. Kör közepén járok. Körbevesznek stream snipe-ok. Körbevesznek stream snipe-ok, szoktam. Mármint, hogy... Itt megállok egyet tankolni. Mit szóltok hozzá? Messzáj vagyok. Jó verdával érkeztem. 2 centit fékeztem. Sellout vagyok, szép és laza. Vegyél pólót, vagy húzzál haza. Köszi, köszi! Link a stream alatt. Na nyugi. Porot kell fújni. Alapvetően, hogy ezek az aranyköpések nincsenek kiklippelve, ez egy bűn, csak mondanám. Tehát, hogy Petőfi forog, ha értitek. Na. Most már jöhetne valami ellensége. Nem baj, itt kivárunk szépen. Itt megvárjuk. Nincs csempe, de
Például a plafont érdemes lehet szemügyre venni, hogy milyen hanyag munkát végeztek a kivitelezők, tehát hogy ez így nem jöhet le. Tehát hogy és alapvetően is, mik azok a kábelok ott? Tehát hogy miért olyan hosszúak, hogy lejön? Na mindegy. Na jó, menjünk ki, legyen valami max előre. Hopp, hopp. Szevasz, fiam! Ú, de jó verdád van. Akkor megyek utána. De én gyalog. Valami autóval kéne bebételni, ha itt ilyen sűrű a közlekedés. Végre eső, de milyen eső? Ó, mondjuk már beborult. Halló? Járási bíróságról érkeztem. Az ott mi az ott? Ja, hogy az egy asztal. Asztapasztal. Azt tapasztalom, hogy nincs itt senki. Azért nem szeretem ezt a térképet, mert ha akarsz, se tudsz balhéba keveredni. Örülök, Veldurf. Az a cél, köszönöm. Következő videó az Crash videó lesz holnap. Na itt volt az ideje, hogy az Insane Trilogy-ról legyen valami contentó. Hashtag spoiler. Honfoglalóval kapcsolatban lesz dolog, de arról egyelőre nem beszélhetek. Tehát, hogy nincs, nem felejtettem el a honfoglalót, hanem kicsit next level sheetet próbálunk megcsinálni, ami még nem tudom, hogy sikerül-e, de majd megláthatom. Ott meg egy droppot leszúmoltam. Megy is rá a nebuló. Fogalma sincs, hogy én már lesben állok. Oda az meg csak. Több nebuló is megy rá. Hogy nem hal meg? Hogy szopnád le végig azt a finom ízes gyümölcsöt, amit anyukád elét tálal desszertként uzsonnára. Nézd meg a patkányt!
hogy nem szégyelli magát az ilyen. Nézd meg. Te gyász, te. Viszont legalább látom, hogy a másiknak nem sok élete maradt. A mákja volt. Hogy támadja meg a szopó fantom. Így van. Így van. Ez az új szöveg. Na nézd meg. Üzi. Üzi. Csak így. Így megpingennek. Üzi. Üzi most. Üzi most. Küldje üzenetet. Nézd meg. Üzi. Édes Isten. Ne. Ezt ha tudnám, hol van. Oszt amúgy minek? Lehet tudni. Istenem, ez a sok irat már. Ez sem az, ami kell. Megütött téged egy csaj főnök. Hát nem is egy, ha tudnád. Már ja, hogy a játékban. Az lehetséges. Whee! Menjünk akárhova. Nem szopó fantom, hanem orál fantom, az úgy szofisztikáltabb. Hát mondjuk nézőpont kérdése. A tevékenységet leírja mind a kettő. Adj már lootot, most miért kell ezt csinálni? Lehet tudni, hogy hol a loot? Lehet tudni, miért nincs itt fegyver? Lehet tudni, miért használom ezt a szót? Lehet tudni, miért kell tüsszögnöm? Bocsánat. Hoppá, egy használt tű. Hát ez... Mire is jó lehet. Köszi, srácok. Igen, meghallották az enemik a tüsszögést. Kompromizálódott a pozícióm alapvetően. Feküdj már le! Úristen! Red dotot ragd már rá! G-vel! Beírta a gyerek G-vel. Red dotot ragd már rá. Úristenem, haver.
Te meg térdepelve... Na nem, nyugi, látjátok? Ezért volt Subchat. Hopp, itt már huncutkodik valaki. Ráragtam! Ráragtam, srácok! Olyan raggal raktam rá, hogy ezt már nem is lehet tovább ragozni. Ne szállj, olyan bunkó vagy, most miért kell? Most miért kell? Lehet, hogy csak mellé ütött. Nem! Hülye volt! Viselj el a következményeit. Tetszik érteni? Hopp. Közel permetáltak, az az igazság, ez... Nem tetszik nekem. Kicsit most fosi-fosiba vagyok. Nem közelről buzogtattak. Kuki, kuki. Na látod, mondtam én. Lehet tudni, hol van. Iszket a hátam, ne lőjetek le. Mosni kéne. Nyugi. Van. Nem füstöl. Fogalmam sincs, hogy ez azt jelenti. De minden. SKS. Hát, faszak. Halló?
ezt, hogy nem érem utol. Akkor menjünk a túrázós fiú után. Hol vagyok amúgy? Kifelé megy a körből, bolond? Csak átment a következő házhoz, ez a kérdés. Jövök már, ne baj! Fiam! Korábban kell fölkelned ehhez. Sem megmerényeltük brutálisan. És vagy nem a megölte itt a másik úriembert, vagy? Kávéjemed van, ezt mondjuk a kávé. Ő itt megölt valakit? Ha valakire lőtt, az biztos. Nem láttátok a kill feedet, hogy megölte valakit? Csak a fast loot. Jó van már! Nyugdíjasba vagyok. Bazzeg. Most melyik volt az enyém? Az. Na jó, merről fognak jönni? Kevés a lőszered az AVM-be. Geci, bazd meg! Vagyis, hogy a manóba. No shit, Zelo cica! Mondjad, mit csináljunk! Honnan szerezzünk AVM lőszert? Mondjad, mesélj! Na! Na! Mondjad, hallgatlak! Mondjad! Mondjad, Zelo cica! Mondjad, mi a feladat? Kevés a lőszer. Kraftoljak? Igen? Igen. Na még! Mit csináljak vele? Mondjad! Mondjad meg! Hajj legyek jobb játékos! Mondjad! Megvárjuk addig! Mondjad! Kevés a lőszer az AVM-be. Alapvetően mondjuk pont 19 embert lehet megmerényelni 19 AVM lőszerrel, de a megállapításod bölcs. Kéne mi?
Lopjá! Igen. Ellövöm. Amúgy ott az AVM lőszer benne, rá kéne menni. Beugrott. Vagy lefeküdt. Két kocsi van. Vendégszer, szevasz, köszönöm szépen a csírt. Most itt benn vagyok a körbe. Régen máshogy jelezte ki a minimap fölött. Ezt most kapta? Vagy megfogta a háló? Nem kéne elpazarolni. De hát legalább fánzizunk. Na meg, vagy nem? Nem, jó vagy. Elég exposed vagyok erről az oldalról. Fele kell menni, ráadásul. Hmm.
Szia. Egy gerincen futni a legjobb taktika ebből. Na, akkor mindenhonnan látnak. Tovább menj gyalog a srác. Lehetséges. Szerencséd van, bazeg. Nem tudom, hogy hogy bírják az emberek tartani normálisan ezt a recoilt. Jó, hát tudom, gyakorlással nyilván, de... Én ehhez még kiskancsó vagyok. Ki van kapcsolva, Mariam? Megállsz. Megállsz, ha mondom. Köszi. Az elég brutális, hogy még 23-an élnek. Mondom, itt tele vannak a házak. Mert itt most ki kell várnunk. Nagy, hát erre kerülhetek. Vársz rám, te buzi, azért kerültem. Mármint, hogy...
van fönn. Nyugodtság van, fiaim, nyugodtság. Öljétek csak egymást. Nem leszek benne, mi? Hogy lőtt le egyből, Getz? Amanóban. Amit megnyomtam, hogy ejtette a gránátot. Ki kellett volna bejtálni csak a gránáttal. Hogy? Hogy látott ő sokkal előbb? Nem is értem. Egyből fejbe pöppentett. Na nem baj! Top 7.
Jobb klik miatt dob kicsit. Aha. Köszi, Jack. Na nem baj. Köszönöm szépen egy csírt, Bendixer. Ismét. És nem fogyott el az AVM töltény. Ez a legfontosabb. Te hülyék vagytok. Jaj. Na. Jó van, srácok. Ennyi volt a PUBG mára. Magasan kell abba hagyni. Nem is volt rossz. Tetszett? Egész jó, rosszabbra számítottam. Nem is volt 0 killes körünk, nem? Vagy talán egy? Tök jó volt. Ó, sajnálom a Mátyás, hogy most érkeztél. Úgyhogy ennyi mára. Holnap jön az új videó a főcsatornára. Meg minden ilyen finomság. Mára meg jó pihenést kívánok mindenkinek. Énekeljetek az esőben. Meg minden ilyesmit. Jól van? Köszönöm szépen a figyelmet, srácok, követéseket, donation, subot, mindent, hogy egyáltalán itt voltatok. Nem Vixer, köszönöm szépen még egyszer. Szevasztok, srácok, szép estét mindenkinek. Pa-pa!